A szomatodráma egy terápiás módszer. Segítségével játékos formában ismerhetőek meg a mélyebb testi-lelki összefüggések. A felismerések pedig segíthetnek betegségekből való gyógyulásban is. A módszert dr. Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta alkotta meg 10 évvel ezelőtt. Azóta az általa kiképzett tanítványok vezetik. Egy ilyen alkalomra kapott meghívást a Radar stábja is. Mi a témád, mi az, ami foglalkoztat? Ez lehet, hogy egy tünet, egy betegség, vagy esetleg valamilyen más nehézség az életedben? A nehézség az az, hogy magában van egy szorongásom. Érzékelek olyan dolgot, hogy a torkomból, mintha nem igazán tudnám kimondani a határszabás miatt a nemeket, és ezért abban a pillanatban lefagyok. Így indul egy szomatodráma játék. A főszereplő elmondja, mivel szeretne foglalkozni, majd a társak segítségével megjeleníti a körben. Kicsit olyan, mintha színházi előadást rendezne. A testérzetekről, amit mindannyian élünk a mindennapjainkban, szorongás, félelem, rémület, megijedünk bizonyos helyzetekben, szenvedünk, és valójában ezeket rakhatja ki az adott ember, és tényleg nagyon fontos az, hogy rálássunk kívülről, és amikor kívülről ráláttunk, akkor pedig bekerülünk, és mi magunk éljük meg ezt az egészet, és ahogy mi magunk megéljük, teljesen átformálódnak nézőpontok, átfordulnak bizonyos belső hitrendszerek. A módszer nevében a szomató szó arra utal, hogy a testtel, a testi tünetekkel foglalkozik, és azért dráma, mert konkrét érzelmek átélésével oldja fel a gyógyulás belső akadályait. Mint hogyha húznád lefelé. Oké, csak egy pici erő legyen benne úgy, hogy érzékelje. Ők életre fognak kelni. Nem tudjuk pontosan, hogy mit fognak csinálni. Ugye ez egy nagyon sarkalatos pontja a játéknak. A tankönyveinkben ez úgy írjuk, hogy a tudatosból most átlépünk a tudattalanba. Talán misztikusan hangzik, de a segítők ezután egyszerűen csak megérzik, mit kell csinálniuk. Átölelik, vagy éppen lehúzzák egymást, közben pedig kimondják, ami bennük van. Én úgy érzem, hogy már én meghaltam. A megjelenített testi tünetek tulajdonképpen egy játékká formálódnak. A főszereplőnek nincs más dolga, mint figyelnie a többieket. Ez a koncepciója a módszernek, hogy mit üzen a test. A szomatodrámában nem gyógyítani szeretnénk, hanem megismerni a benne lakót, hogy vajon mi foglalkoztatja az embert így nagy elvel, hogyan betegszik meg, hol szól róla a tünete, a betegsége. Alig kapok levegőt. De nekem kell lesz. Akár. Milyen neked ezt látni, végig is? Teljesen azt mutatja be, amit érzékelek az életben. Ha gondolod, be is léphetsz a helyére, ahol felismerted saját magadat. Miután a felismerés megtörtént, hogy ki kire utalhat a való életben, a főszereplő beáll a saját helyére. A segítők nem csak embereket szimbolizálhatnak, hanem például gyomor, máj vagy egyéb testrészek szerepében is megjelenhetnek. Akár bizarnak is gondolhatnánk ezt, hogy beszélgetünk a testünkkel, vagy az orrunkkal akár, de hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy egy más perspektívából tekintsünk a testünkre, hogy hiszen benne lakunk, benne élünk, az lenne a fura talán, hogyha nem állnánk vele szóba, vagy nem hallanánk meg az üzeneteit. Csak éppen nem emberi nyelven szólal meg, hanem tünetek formájában jelez. Játszunk úgy tovább, mintha az a mögötted lévő szereplő az a személy lenne, akit te ráismertél, az édesanyád. Minden, ami felmerül benned, neki fejezd ki. Igen, valójában az, amit te képviselsz, és rám rakod a súlyt, az teljesen tehetetlenné tesz. Amit a valóságban sokszor nem merünk kimondani, azt itt idegeneknek sokkal könnyebb. A változás pedig már ezzel elindul. Felismerésekhez jutunk, kimondunk dolgokat, átérzünk dolgokat, és ennek a mellékhatása, a következménye legtöbbször a gyógyulás. Nyomtalanul eltűnnek tünetek. Nem ígérjük ezt, de ezt vettük észre, hogy sokszor a gyógyító játékok után kapunk rengeteg ilyen visszajelzést, hogy valaki meggyógyul több éve tartó betegségből. De miért jó neked ez, hogyha most így szorítod? El szeretném engedni. Na végre. Rá vagyok kapva valamit. Így sokkal könnyebb, végre. Testünk tükrözi a belső életünket. Bármikor kommunikálhatunk vele, csak meg kell találni a módját, hogy hogyan értelmezzük az üzeneteit. A szomatodráma ebben segít. Nagyon jó volt azt meglátni, hogy egy belső részem volt az, akivel valójában nem kapcsolódtam, nem kötöttem, és amikor ez megtörténik és kapcsolódtam vele, akkor valahogy egy energia belém kerül,
egy erő keletkezik, ami által teljesen átalakul bennem. Szóval egy ilyen felszabadítást éreztem. Nagyon fontos, hogy a szomatodráma nem helyettesíti az orvosi kezelést. A szakemberek mindenkinek azt javasolják, hogy csak emellett járjanak utána, mit üzenhet a testük.